A Mi Hazánk mozgalom szerint a pedagógus képzés és az oktatási rendszer is válságban van, és ez számokkal is alátámasztható, ez leginkább a létszámban mutatkozik meg. Hogyha visszatekintünk az idei tanévre, akkor azt kell megállapítanunk, hogy kevesebb, mint 2000 pedagógus állt munkába, a pálya elhagyóknak a száma összesen pedig 5000 környékén van, tehát mintegy 3000-es hiánnyal kell szembenéznünk, 3000 fővel növekedett a pedagógus hiány ebben a tanévben. A kevesebb, mint 2000 munkába álló pedagógus azért is rendkívül aggasztó, mert nagyjából ők ugye 2017-ben kezdték el a tanulmányaikat, és hogyha rápillantunk arra, hogy akkor mennyien kezdték el a pedagógus képzést Magyarországon, akkor egy több mint 9000-es számot látunk. Tehát az, hogy 9000 elsőéves hallgatóból, aztán majd csak kevesebb, mint 2000-en állnak munkába, ez önmagában mutatja, hogy rendszer szintű probléma van a pedagógus képzéssel, ezért a Mi Hazánk mozgalom alapvető reformot sürget. Hogyha az idei évi jelentkezéseket nézzük meg, akkor is lesújtó képet látunk, főleg a természettudományos szakok esetében, ahol még a nagy tudományegyetemeken is vannak olyan szakok vagy szakpárok, amelyekre senki nem jelentkezett, de rendre 10 alatt van a jelentkezőknek a száma. Ez mutatja egyébként, hogy a pedagógus pálya nem vonzó a természettudományos területeken különösen. A státusztörvény tervezetének nyilvánosságra kerülése után nagyjából 500 pedagógus hagyta el a pályát másfél hónap alatt. Ez a szám is önmagáért beszél, tehát ez is egy tiltakozás a pedagógusok részéről a státusztörvény ellen. De hogyha nem csak a pedagógus létszámra tekintünk, hanem arra, hogy milyen a gyermekeknek a tanulmányi teljesítménye, akkor újabb aggasztó számokat kell megismertetnem önökkel. Egyrészt a kompetenciamérés eredményei soha ilyen rosszak nem voltak, amióta 2008-ban egységesítették ezt a rendszert. Az, hogy Magyarországon a nyolcadikosoknak a 40%-a szövegértésből az alapszintet sem éri el, az azt mutatja, hogy semmilyen oktatási reformja ennek a kormánynak nem volt sikeres, sőt, ez az arány is romlott a korábbi évekhez képest. Az elsősök bukásának aránya szintén történelmi magasságokba emelkedett, nagyságrendileg 5%-a az első osztályosoknak megbukott, holott a felsőbb évfolyamokon van, hogy 1% alatt van ez az arány, vagy nagyjából 2%, és az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek aránya nagyságrendileg 10%-ra emelkedett, ez szintén azt mutatja, hogy rendszer szintű változásokra van szükség. Ezeknek mindegyiknek eredője egyébként a COVID alatti lezárások, iskola bezárások is, amelyek nyilvánvalóan hátráltatták a gyermekeknek a készségfejlesztését, illetve azt is ki kell mondanunk, hogy az integráció erőltetése is megbukott. A Mi Hazánk mozgalom szerint az alapkészségek erősítésére kellene helyezni a hangsúlyt óvodáskorban is, és az alsó tagozatban mindenképpen. Tananyag csökkentésre is szükség van, hiszen az a túlterheltség, ami a pedagógusokra, illetve a diákokra is jellemző, az közrejátszik abban, hogy ilyen alacsony szintet tudnak csak elérni nagyon sokan, illetve az egész oktatási rendszer reformjában szem előtt kellene tartani azt, hogy egy megváltozott készségű nemzedékkel állunk szemben, és erre évtizedek óta nem tud a magyar oktatási rendszer reagálni.